Még 2022. augusztus 27-én Karcagon a Hajnal utcai Gödör söröző előtt egyetlen alkalommal úgy megütötte a kocsma másik vendégét, hogy az az ütéstől elesve a fejét a betonjárdába verte, majd ennek következtében pár nap múlva a kórházban életét vesztette. A Jászanykun szolnok vármegyei főügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a bántalmazó 47 éves karcagi férfival szemben, aki egyébként sajnálja a történteket és a bűnösségét is elismeri. A Szolnoki törvényszéken zajló bizonyítási eljárás során a bíróság arra kíván fényderíteni, hogy a krumpli csúfnévre hallgató vádlott súlyos sérülést akar-e okozni a cselekmény idején a 60-as évek vége felé járó sértetnek, vagy csak a véletlenek szerencsétlen összeállása, valamint az idősebb ember ittassága járult hozzá a tragikus halálesethez a dr. Hajdu Anna bírónő által tanúként meghallgatott mentőtiszt, annak a pultos az édesapja, aki épp műszakváltásra érkezett a kocsmába, és szemtanúja volt a történteknek. És miután a talpon álló többi vendége nem hívott mentőt a sérülthöz, így ő az édesapját tárcsázta fel segítségért, aki rögvest érkezett is a helyszínre kettejük nyomozás során videófelvételek rögzített tanúvallomásait is megtekintette, s meghallgatta a bíróság. Az ügyben a legközelebbi tárgyalási napnak április 29-ét tűzte ki a bírónő, mikorra is újabb tanúkat, valamint igazságügyi orvos szakértőket idézett be a szolnoki törvényszékre. A tét nagy a vádlott tekintetében, aki akár éveket is a rácsok mögött tölthet, de akár felfüggesztett szabadságvesztést is kaphat.